2015. augusztusában a magyar ökölvívás kedvelői Új-Zéland és Ausztrália felé fordíthatták volna figyelmüket Petrányi Zoltán és Kovács Tamás miatt. A távoli kaland azonban egyelőre mindkét bunyós számára csak álom marad, hiszen a Petrányi Veliver és a Tommy Kid Danny Green mérkőzés is meghiúsult. Az okokról stábunk a Profibox Promotion tulajdonosát, Petrányi Zoltánt kérdezte. Hosszú ideje lekötöttem mind a két mérkőzést, úgymond hónapok óta vártuk a nagy napot, ami majdnem egy időben esett, ugyanis Tommy 5 nappal később boxolt volna, most már csak tényleg volna Ausztráliában Danny Green ellen, ami hát nekünk óriási nagy húzás lett volna Danny Green visszatérő mérkőzésén ott lenni a ringben ellene. Hát itt mellékesen is szerepeltem, szintén csak volna, szinte egy időben Veliver ellen. Mind a kettő meccs elmarad, és sorrendben úgy történt, hogy először az én mérkőzésemmel volt a probléma. Most hát nem látok bele a szervezési dolgokba, ott kezdődött, hogy nem érkezett meg az a bizonyos jegy, aminek kellett volna. Ugyanis amikor még ezt korábban letárgyaltuk, akkor úgy volt megbeszélve, hogy én majd Ausztráliába utazom át, az edzők majd én a Budapestről, tehát ilyen, jó, hát kicsit bonyodalmas lett volna a jegyvásárlás, meg utazás, de az mind megoldható. A jegy nem jött, a meccs elmaradt, de hát meccsek maradnak el. Úgyhogy ennyi. Nem is én voltam a főszereplő, próbáltam koncentrálni Tamás mérkőzésére, ami sajnos hát a mi hibánkból, nem is keresek itt igazából hibát, nem mi hibánkból, hanem Tamásnak a mérkőzést le kellett mondani, a sérülés az már több héttel ezelőtt kezdődött. Először egy kis fájdalommal, ahogy Tomi nekem elmesélte, akkor annyit mondott, hogy kap egy injekciókúrát, mert kicsit fáj a nyaka, a válla, nem is tudom pontosan, hogy akkor éppen hogy jött ki a fájdalom neki, mert ugye a csigolyája sérült meg, nyak csigolyája tudtommal, és hát a stop több helyre átirányolódott, és nagy fájdalommal, több hetes gyógyulni próbálás után le kellett mondani a mérkőzést. Veliver nem egy olyan név, mint Shannon Briggs volt. Itt valahogy persze örültem a mérkőzésnek, de rendbobocra annyira mégsem, de most, hogy elmarad, megint egy kis üres érzésem van, hogy lesz-e még mérkőzésem, azt így előre nem tudom megmondani. Nagyon sokan győzködnek, hogy Zolikám elég volt. Mindig fölhívják a figyelmet, hogy hány éves vagyok, amit pontosan tudom, 49 múltan. Az is lehet, hogy tényleg elég volt, de ezt most így előre nem tudjuk megmondani. Hozzá kell tenni, hogy Danny Green csapata nagyon pozitívan fogta fel, legalábbis felénk pozitívan fogta fel azt, hogy törültük a mérkőzést. Hát ugye csatoltunk egy pár fényképet Tominak a kezelésére, hogy a kórházban fekszik, vizsgálják, el kell küldjünk nekik mindenféle orvosi, hivatalos jelentés, hogy mi történt, milyen a sérülése. Azt mindenki tudja, hogy sérülések a bunyóban előfordulhatnak. Tehát nagyon pozitívan álltak hozzá, és szóba jött egy esetleges később időpont, de hát időpontot nem lehet addig fixálni, amíg nincs meg a Danny Greennek ez a mérkőzése, hogy találtam neki másik ellenfelet. Abban maradtunk, hogy a mérkőzés után visszatérünk arra, hogy lesz-e újra tárgyalás erről a meccsről köztünk. Hét elején elkezdtem járni rehabilitációra, Pozsonyban minden nap járok, foglalkoznak velem, törődnek velem, próbáljuk helyrevetni a hibákat, próbáljuk megnyújtani izmokat, elemberekni a levezeket, a csigolyákat, úgyhogy dolgozunk vele. Hát a 8-7-es felkészülésem volt, és olyan 6 héttel vagy 5 héttel a mérkőzés előtt elkezdett fájni a derekam, utána a csípő, elkezdett nyilvánni vele a csípőbe, fájt a derekam, utána elkezdett fájni a labockam között, a jobb labockam alatt, onnan elkezdett a nyakcsigolyám felé, és elkezdtek fájni a vállai. Elkerestünk egy spéci orvost, aki egyik híres szlovák hokistát a Mirosatán terembe, amikor komoly problémái voltak, sérülése volt. Elmentük hozzá, elmentem CT-re. CT-re kiderült, hogy annyira izmok rányomnak a csigolyákra, hogy a lemezek teljesen rá vannak szorulva a csigolyákra, és ezért nyomnak rá idegekre, és ezért vannak ezek a nagy fájdalmaim. Akkor olyan fájdalmai voltak, hogy már éjjel kettőkor, minden éjjel kettőkor fent voltam. Aztán 2-től 4-ig vagy 3-ig csak sétáltam, és olyan érzésem volt, amikor lefeküdtem, mint hogy betalára feküdtem, mert olyan kemény volt a hátam. Kaptam CT alatt injekciót, kollagént, be a 3-as, 4-es csigolya közé, a lemezek közé,
azt kaptam 8,5 centi mélyen, utána 24 órát kellett volna pihenni, hogy rendben rakja, utána kaptam a 6-os 7-es közé, de hát soha nem segített, és amikor kezdtem edzeni, akkor már egy-két mellett után olyan fajdalmam volt, akkor nem bírtam tartani a kezeimet. Annak ellenére én láttam kesztyűzni is, hogy a veréseket kaptam, egyszerűen nem bírtam elhajolni, nem bírtam kondival, minden rendben volt, csak egyszerűen nagyon nagy fájdalmaim voltak. Utána pénteken elmentünk még egyszer a doktorhoz, és akkor pénteken azt mondta a doktor, hogy a Tomi ez annyira veszélyes, hogy egyszerűen ezzel nem ér meg játszani. Biztos nem kockáztattam már, mert egy gyönyörű életem van, gyönyörű családom van, és nem lenne nekem bele sem, hogy a tolószéke maradnák, úgyhogy az lenne volna jó. Hogyha kaptam volna egy ütést, akkor lehetett volna, hogy megszakad valami ideg, és akkor tényleg lett volna egész. Na így is nettes volt egész, amit végigcsináltunk. Úgyhogy nem éri meg, nincs ez a pénz, ami elmentem volna. Nagyon szomorú voltam, hát rengeteget beszélgettünk párommal, hogy most milyen is, hogyan lesz. Hát amikor megtudtam, akkor biztos, amikor megkaptam az első mélyet, hogy elég rintó, amit kiraktoroztam, rögtön azt mondtam, hogy persze lehet, mehetünk bele. Úgyhogy nagyon örültem neki. A felkészülésben beletettem mindent, de a paritanyait. Tényleg jó fel voltam készülve, még próbáltunk dolgozni azokon a hibákon, ami van a védelmemben, hogy jobb legyen a védelem, hogy masszívabb vagyok, erősebb legyek. Hát nem kis pénzt bele is vettem, egész felkészülésben tényleg olyan színvonalon legyen, ahogyan én elképzelem, vagy legyen kellene. Hát azt a 8-10 hetet, ezt tényleg csak a boxra kértem.